Két ilyen kórtermet kellett lezárnunk. 12 ágy áll üresen két kórteremben. Stábunk december közepén járt a budapesti Nyírő Gyula kórház belgyógyászatán. Annyira kevés ápolójuk van, hogy csak így tudják biztonságosan ellátni a betegeket. Az aktív belosztályon 40 fő helyett 31 és fél fő dolgozik, tehát kb. Egy 20%-os hiány van a belgyógyászati osztályon, és az intenzíven pedig közel 50% hiányzik. Ugyanez a helyzet a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján is. Túlórával együtt 140 ezer forint körül viszek haza fizetést. Több fizetést akarnak, az egészségügyi és szociális dolgozók két hete ezért tüntettek az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. De hasonló a helyzet a rezidenseknél és a szakorvosoknál is. Ezt a levelet felháborodásomban írtam meg a Klik pénzügyi főosztályvezetője felé. Egy óraadó tanár, aki rendszeresen késve kapja a fizetését, és egy iskola, ahol nyáron kikapcsolták a gázt, mert nem fizettek időben. A közoktatásban dolgozók is elégedetlenek. Híradónknak korábban több tanár is panaszkodott. Többen vagyunk óraadók, Pomázon 14-en nem kaptuk meg a fizetésünket, most már két havi elmaradással tartozik a Klik. Csúsztak a jubileumi jutalmak, az érettségiztető tanárok pótlékai és az utazási támogatások is. A Klebelsberg intézmény fenntartó tartozása novemberben 11 milliárd forint volt. Mi összefogtunk, és most már lesöpörhetetlenek vagyunk. Egy asztalnál a pedagógusokat és az egészségügyi szakdolgozókat képviselő szakszervezetek és Sándor Mária. Azt mondták, elegük van abból, hogy a kormány szerintük nem tesz érdemi lépéseket. Azokból a körülményekből, abból a tényből, ami itt körülveszi az oktatást, az egészségügyet, a szociális ügyet, úgy az emberi erőforrást, az embereket. Szerintük az sem kizárt, hogy az egészségügyi dolgozók jövőre sztrájkolni fognak, ha nem sikerül megállapodniuk az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Kerestük a kormányt, de adásunkig nem válaszoltak. Sándor Mária kapta a Népszabadság Respekt díját. Az elismeréssel olyan teljesítményekre hívják fel a figyelmet, amiket nem lehet kategóriákba sorolni, de sokak életét befolyásolják, és példát mutathatnak másoknak. A fekete ruhás nővérként ismerté vált ápolónőt azért jelölték, mert csaknem egy éve küzd kollégái jogaiért. Ő beszélt elsőként az RTL Házon kívül című műsorában arról, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az ápolók. A másik két jelölt Csámpai Rozi romaköltő és Horgas Péter a nemzeti minimum ötletgazdája volt.